igazi magyar embereket látni fog. Jó napot kívánok! Sajnos Attila is és én is elég rutinosak vagyunk abban, hogy hasonló környékekre menjünk, amit egy pár társadalomból kiilleszkedett, élhetetlenné tett vagy tesz. És hát ahogy jöttünk be az úton, itt is láttuk, hogy micsoda életvitelt folytatnak. Már önmagában az életvitelük, én úgy gondolom, mi társadalmi osztályunknak teljesen életellenes és idegen. De hát majd az önök véleményére vagyunk kíváncsi, hogy nap mint nap milyen ezt megélni, milyen ezt átélni, vagy milyen ebbe az utcába akár gyalogosan közlekedni, mert gondolom, hogy azért nem egy nagyon jó dolog. Igen, szóval most olyan szinten elszaporodtak itt a betörések, már fényes nappal nekem az összes, tehát körbe az összes szomszédomat, ugye itt ilyen hosszú telkek vannak, nekem végre a telkek. Nadrág szíj parcellák, gondolom viszont, régi gyümölcsösök szőlők. Mind a kettő mellettem megvan hozzá, tehát 4 szomszédom van, plusz a szembe szomszédjem, az összeset már föltörték. Szó szerint az összeset. Közvetlenül a házam melletti szomszédomról a kilincseket letörték, amivel a kaput az ember bezárja, még azt a kis ekkora darab kis fémet is kihúzták. Minden, tehát minden vasra rámennek, ami fénylik, mint a szarkák. Tehát borzasztó a helyzet. És milyen intézkedések történtek eddig? Megpróbálta valaki elejét venni ezeknek a dolgoknak? Hát igazándiból itt a rendőrség az gyerekcipőben jár ebben az időben sajnos. Tehát itt ez egy napi szintű dolog, hogy mikor jönnek ezzel a gyönyörű piros autóval hűtőket pakolni, és esetleg eljön az ember, akkor ő nyugodtan mehet a k***jába innen, mert éppen megrugdossák az autóját, meg ki akarják szedni az ablakon, ez itt napi szintű. Nagyon szívélyes kis környék egyébként. Ma egy 4-5 darab autó itt a háttérben, a ház mögött, amiket bontanak. Igen, ezt látom, hogy ez a kis busz is szebb napokat is megélt. Nézelődünk! Valaki megengedte, hogy bekamerázzanak? Hogyne! Ő van meghatalmú a talán? Nem, ő egy helyi lakos, akivel beszélgetünk. Akkor ne itt előtt. De szívesen beszélgetünk önökkel is, aki jönnek. Nem szeretnék nyilatkozni nekünk? Igen, hát látjuk ugye az épületnek a jellegén is, hogy igazság szerint valószínűleg nem egy építészeti vagy tervezői remek, hiszen hogyha megnézzük, akkor ez egy viskó vagy egy kutyaólnak van összerakva. Hát nem először vagyok már itt Tétürgehegyen, Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival is, meg én is már több alkalommal voltam itt, polgármester úr is ugye hívott össze testületi ülést, amikor ugye itt jártam érdeklődni, és hogy azóta mit változott a helyzet? Tehát jobb lett itt a közbiztonság helyzete, ugye sok ígéretet kaptunk ott akkor, ugye, hogy azért, ugye, azt látom, hogy, hogy például ez a szemétszállítás, ezt már megoldották, igen. De a közbiztonság kérdése viszont az jelentősen romlott, úgy látom. Nagyon. De mit tapasztalsz ebből, Marika néni, ezekkel a közbiztonsági problémákkal kapcsolatban? A rendőrök elmennek itt, lassan elmennek, hát elmennek arra, tehát ha én megyek autóval, akkor igazoltatnak. A önkormányzat felé hiába megyünk semmi, a jó gyermekjólétihez hiába megyünk semmi. De pontosan mi az a semmi? Tehát önök megkeresik ezeket a hivatalos szerveket, ezeket a hivatalokat. Például a kokáért, ugye, hogy... És elutasítják önöket, vagy egyszerűen elhajtják önöket? Nem elhajtanak, hanem elutasítanak, hogy nem, nincs erre. Például, ha már mondták, ugye, hogy én is kaphatok, mivel egyedülálló vagyok, én is kaphatnák ilyen tűzifát, ilyen segítséget. Igen, szociális tűzifát. Be is mentem, elutasítottak. Azért mondom, én most miért menjek? Egy az, hogy nem. Magas a nyugdíja? Nagyon. Nem tudom előle megélni azért. Nagyon. De ezek a családok, akik a probléma van ebben az utcában, ők viszont kapnak ilyen támogatásokat? Nem is keveset szülem. Abból ének. Ha mit gondol, miért van annyi gyerek itt? Itt azért van annyi gyerek, megkapják a segít, megkapnak minden héten csomagokat, hatalmas olaj, cukor, élelmiszercsomagokat. Gondolom papíron nincs jövedelmük, ott az a rengeteg burkó, és akkor ők jogosultak, nem? Jogosultak. Dolgozni gondolom nem dolgozik senki egy sehol. Se. Hát miért dolgozzon az a fiatalember, mikor a gyerekek eltartsák a családi pótlékból? Van, hát most már jó, abból élnek a családi pótlékból. Hittán, elszak könnyen ráérnek gyereket csinálni, nem?
És miben tükröződik egyébként napi szinten ez a együttélési probléma? Milyen tevékenységet folytatnak ők itt, amit önök nehezményeznek, vagy ami élhetetlenné teszi lassan ezt a környéket? Például akkor Kájér elkezdik az autózást, ugye biztos jogosítvány semmi nincs, elkezdik az autózást, aztán egy hajnalig itt, de van autókkal, mind a traktor. Hát amiket szétbontanak utána egy-két nappal, gondolom, mert láttam itt, hogy egy kigyújtott autóroncs is. Én végül is engem is zavar, nyugdíjas vagyok, de viszont parkolt. Aki dolgozik, az, de mind az állatok. De éjszaka jobban mozognak az autók, mint nappal, mondjuk. Persze, ennek a drogtanyán. Tehát drogtanya is van akkor. Hogyan? És hány úgymond jó szituált, normális ember költözött már itt ennek köszönhetően? Vannak olyan, akik már elköltöztek innen, vagy nem tudnak elköltözni, vagy nem tudják eladni az ingatlanjaikat? Itt a szomszédom, az ugye Győrben laknak, de viszont mikor mi rájöttünk, azóta kint szoktak lakni, nem is mentek haza Győrbe, de most már mióta ez van, már nem laknak itt, már azok is inkább, hogy én se tudom eladni a házomat, mert el szerettem volna ön is adni. Igen, mert ugye mivel én így állok, ugye még én jóformán járok hittelen voltam, most már ugyan tudok menni. Ugye leányomhoz szerettem volna én bemenni lakni. De gyakorlatilag eladhatatlan, gondolom, ezek az ingatlanok. Hát nem lehet. Ha valaki bejön ebbe az utcába, akkor amilyen gyorsan tud, már fordul is vissza. Igen. Hogy itt. Hogy mondjam, nem tudok. Na. És ön is ebbe az utcába él? Nem, én tudom, akkor mondom. És ott mi a helyzet? Rendben van minden, vagy? Hát azért nem, picivel jobb, de a szemetelés ott is megy. Szemetelés, és egyébként úgy az együttélés az hát ott, elfogadható hát, azért. Olyan sokan a felsőházunkban mondjuk már nekünk is betörtek, ott rendőrt hívtunk, de mondták, hogy teljesen feleslegesen, mert... Én azt hallottuk, hogy a betörések azok napi szintűek itt a... környéken. Csak az elkövető nem lett meg végül? Nem is keresték, de azt mondták is, hogy úgyse lesz meg, úgyhogy nem is lesz ebből semmi. És hogyan védekeznek a helyi lakosok itt a betörések ellen, a vegzálások ellen? Elbújnak. Igen, elbújnak. Hát most is azért nem jöttek, mert annyira félnek. Igaz, láttuk, hogy nem túl sok ember akart megszólalni. Erről azt mondják, hogy felgyújtják utána a lakosokat. Egy üregi nyúlhoz hasonlóan, mint hogy visszatámadna az ember és rendet tenne a saját életterén. Mert hát szomorú. Segítséget nem kapunk, hiába fordulunk bárkihez, polgármesteri hivatalba azt mondják, akinek nem tetszik, el kell menni. Igen. Csak hát nem nagyon lehet. Ezt mondják a polgármesteri hivatalba. Ezt a polgármester mondja? Igen. Ez érdekes, én pont most beszéltem a polgármesterrel, nem tudunk vele találkozni egyébként. Milyen meglepetés. Mondta, hogy máskor azért szóljak neki. Hamarabb mondom, hívtam tegnap is. De egyébként így mondta, nyugodtan menjünk be hozzá bármikor, erre járunk egy kávéra, tehát szívesen fogad bennünket. Őt lehet, hogy egy telefonos interjúba fogom majd még egyébként meginterjúvolni holnap, egy nyugodtabb körülmények között. De ő például azt mondta, hogy ezek a betörések nem csak Tét-Ürgehegyre jellemzőek már, hanem itt a környező településeken is. Ő is a cigánysághoz köti egyébként, a cigányok törnek be Kapuvár környékére, mindenféle rengeteg a bűnözés, ezt ő is mondta, és hogy úgy látja, hogy az ügyészségen akadnak el ezek a dolgok. Nem emelnek vádat ellenük, hogy el se jut abba a szakaszba? El se jut, én szerintem nem jut el odáig. Már ha a rendőrség, ugye a rendőr kijön, ő nem tesz, ezért nem csinál, akkor odáig nem juthat el. Mert ők is tartanak, nekünk is mondták, igen, hogy nekik is családjuk van, értsük meg. És? Tehát a rendőrök tartanak igen, a bűnözőktől? Igen. Ezektől a félkegyelműektől? Igen. Ezektől a bizony. Tudják, ez azért érdekes, mert jó magam Észak-Magyarországról jöttem ide, és hát felénk is vannak hasonló problémák, de azt azért az átlag nógrádi nem igazán gondolná, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében hasonló problémával találkozhat szembe az ember, hogyha mondjuk itt Tét-Ürgehegyen az utcán járkál. Egészen megdöbbentő, hogy itt a nyugati határszélen is ez előfordulhat, és az még megdöbbentőbb sajnos, hogy akár itt ezen a településen is a polgármester, vagy a hivatal, vagy a település vezetése azt mondja, hogy akinek nem tetszik, az odébb állhat. Volt már egy ilyen szlogen, volt egy olyan miniszterelnök a Magyarországon, aki azt mondta, hogy akinek nem tetszik, az akár el is költözhet, el is húzhat innen. Hát én azt gondolom, hogy ennek elejét kéne venni ennek a problémának. Ezt meg kéne oldani, ezt úgy lehet megoldani, hogy egész egyszerűen a szegregátumokat, azokat sajnos ki kell alakítani, hiszen vannak, látjuk olyan
honfitársaink, akik képtelenek a normális együttélésre, és képtelenek normális emberként viselkedni, viszont nem keseríthetik meg azoknak az embereknek az életét, akik törvénytisztelő, tisztességes, munkából élő állampolgárok. És hát a büntetési tételeket kéne olyan drasztikusan megemelni, illetve hát magának a rendőrségnek az eljárási útját kéne ugye gyakorlatilag úgy egyengetni, hogy ezek ne egy fiókba végezzék, egy bedobott aktaként, amiből aztán soha nem lesz semmi, hanem vigyék végig ezeket az ügyeket, és igenis indítsanak eljárásokat, és igenis vegyék őrizetbe azokat, akik megkeserítik itt más emberek életét, vagy terrorban tartják őket. Hát egészen döbbenet volt hallgatni, hogy itt egy anyuka a lányát féltette, aki gyakorlatilag most lesz majdnem sokára nagykorú, és még most is kísérgeti, mert nem meri egyedül elengedni, mert attól fél, hogy nehogy bántódásra essen. Tehát ez nem élet, így nem lehet élni, én úgy gondolom, egyetlen egy embernek se. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre, és ezzel a problémával nem elbújni kell előre, hanem kezdeni kell vele valamit, és minél előbb fel kell számolni. Tehát Attila, ti rengeteg ilyen helyen jártok, a Magyar Önvédelmi Mozgalom, sajnos most már úgy néz ki, hogy sok esetben az embereknek, azért mondom a sajnos, mert nem normális, amikor tiétekhez hasonló civil szerveződés az nagyobb bizalmat gerjeszt az emberekbe, az egyszerű magyar állampolgárokba, mint maga a rendőrség. Tehát neked mi a véleményed, vagy benyomásod erről? Hát nekem erről az a véleményem, hogy ez nem normális dolog, ami már jelenleg Magyarországon folyik. Tehát tényleg, hogy te is azt mondod, az lenne egy normális állapot Magyarországon, ha nem lenne szükség önvédelmi szerveződésekre, hogy a rendőrség biztosítaná az állampolgároknak a védelmét, ahogy egy jogállamban ugye szükséges. Gyakorlatilag itt már azt látjuk, hogy megszűnik a jogállam, megszűnik az állampolgároknak a jogérvényesítési lehetősége Magyarországon, és sajnos, amíg ilyen állapotok uralkodnak, addig nekünk kell összefognunk magyar állampolgároknak. Azért legjobban arra, hogy megálltunk. Legjobban bennetek bíznak az emberek. Hát sajnos én is ezt tapasztalom, jobban bíznak bennünk már az emberek, mint a rendvédelemben. Miközben a hatalom bennünket üldözte, nem a bűnözőket üldözi, hanem a jogkövető állampolgárokat, akik összefognak, azokat üldözi a rendszer. Az a legmegdöbbentőbb, ugye, hogyha jól tudom, te most is egy bíróság, nem, bocsánat, egy rendőrség kihallgatásról érkeztél ide, hiszen téged hallgattak ki, segítsél, légy szíves, hogy hát, a mai, mi volt a tegnap is kihallgattak, tárgya. Meg ma is kihallgattak, tegnap magánlaksértés, ugye egy idős bácsit szerettünk volna meggyőződni róla, hogy tényleg fogva tartják, ugye a helyi lakosok elmondása szerint, illetve jogosulatlan közbiztonságjavító tevékenység végzése miatt ugyanott, ugyanabban az időben kihallgatta, és azt nem mondták, hogy abban is kihallgatnak, az ilyen meglepetés volt, hogy két üggyel találkoztam egy idézésre, a mai nap folyamán pedig gyülekezési törvénynek a megsértése miatt hallgattak ki, mert ugye elmentünk, szintén az öreg bácsihoz kapcsolódó ügy, elmentünk felkutatni, hogy tényleg fogva tartják-e vagy sem a helyi lakosoknak ugye a tájékoztatása alapján, és mivel mi elindultunk, és nagyon sok helyi lakos jött velünk, gyakorlatilag egy ilyen forradalmi hangulat tört ki, ez a hatalomnak már nem tetszett, és ugye most ennek ez az oka, hogy két napon belül három szabálysértési ügybe hallgatnak ki, hogy minél nagyobb nyomás alá helyezzenek. Hétfőn ismét megyek majd rendőrség kihallgatásra, akkor a fővárosba, ott a TASZ feljelentése alapján. Tessék? Ezzel nem tudsz. De lehet. Dehogy, hát folyamat. De nem az, hogy ne zaklassanak, ilyennál te nem csinálsz. Hát én panasszal, de én a jegyzőkönyvbe vetettem, hogy panasszal éltem, illetve kértem a jegyzőkönyvbe a rendőrhatóságot, hogy ezt fejezzék be, ezt a koncepciós eljárásait velem szemben folytatnak, mert ez már akadályoz a munkavégzésembe. Igazság szerint ebben az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy az elmúlt három évtizedben politikai akarat sem volt arra, hogy ezeket a problémákat megoldják, vagy orvosolják és felszámolják az ilyen telepeket. Az meg egészen abszurd, hogy titeket és személy szerint téged vegzál gyakorlatilag a hatalom és a jelenlegi államigazgatás, ahelyett, hogy azokat vennék elő, akik nyíltan önbíráskodni szeretnének, és esetleg a megszólalókat, a véleményüket, bátran vállalókat szeretnék felgyújtani vagy kiverni a házukból. Egészen nonsens. Én magam úgy csöppentem ebbe a történetbe, hogy Nógrád vármegyeiként sajnos én is sok olyan helyen jártam, nem csak a saját vármegyénbe, hanem más megyékbe is, ahol hasonló problémák vannak.
És én azt gondolom, hogy a probléma, hogy nem menekülni kell, nem fut nézni. Itt az egyik hölgy is mondta, hogy ő Borsodból költözött ide a jobb élet reményébe. Hát nem sikerült neki ez a jobb élet, hiszen a probléma az követte őt. Ennek a problémának elejét kell venni, és ezt meg kell oldanunk, és a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen egy olyan politikai párt ma Magyarországon, akik nyíltan felmerik vállalni, nyíltan felmerjük vállalni ezeket a problémákat, megoldási javaslatokat kínálunk erre, és a Magyar Önvédelmi Mozgalommal teljes egyetértésbe is válnak vetve próbálunk harcolni annak érdekében, hogy a magyar az gyakorlatilag ne egy megtűrt személy legyen a hazájában, hanem a saját országunkban bátran és nyugodtan élhessünk emberhez méltó körülmények között és módon. És hát mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen, hiszen nincs más opció, nem fogunk a saját hazánkból menekülni, se Borsodból Győr-Moson-Sopron vármegyébe, se Győr-Moson-Sopron vármegyéből esetleg nyugatabbra és Európa más részeire. Mi itt vagyunk itthon, és mi ezt a földet fogjuk megvédeni. Igen, de hogyan? Hogyha rendőrség is a Attila, most az Attila példáját kezdjük, ők csak jót akarnak. Így van. És mégis a rendőrség lehívják. Most, amíg kevesen vagyunk, ezt most tudják Attilával és a Magyar Önvédelmi Mozgalom eljátszani, de mi napról napra többen vagyunk, mi egyre többen leszünk, társadalmi elégedetlenség lesz úrán nem sokára, hiszen nem volt elég itt a koronavírus mizéria, most itt van az infláció, itt van az energiaáremelkedés, itt van gyakorlatilag most az élhetetlenné válása ennek az országnak, és a legtöbb ember most már nem fog tudni menekülni, most már meg fog érteni azt, hogy a komfortzónájából ki kell lépni, és tennie kell végre valamit annak érdekében, hogy megszűnjenek ezek a folyamatok. Hát ha megint nem Borsodban, vagy Szabolcsban vagyunk, hanem a Győr-Sopron vármegyei Tét-Ürgehegyen, ahonnan ismét több segítségkérés érkezett a Magyar Önvédelmi Mozgalom információs vonalán keresztül. Voltunk már itt egyébként a településen, tehát a helyzet annyiban változott, a helyi lakosok elmondása, panasza szerint, hogy sokkal rosszabb lett a közbiztonság helyzete, mint amikor legutoljára itt jártunk, hogy ezért vagyunk itt, hogy feltárjuk újra ezeket a körülményeket, elkísért bennünket Dózs Dávid országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, egészen döbbenetes, hogy a nyugati határ szélen is ilyen problémákba futunk bele, és egészen elképesztő életmódot folytatnak itt egyesek, megkeserítve ezzel más normális, tisztességes embereknek a hétköznapi életét és a mindennapjait. Egész egyszerűen elviselhetetlen és élhetetlen most már ez a környék, elmondhatjuk ezt is. És hát gyakorlatilag oda lukadunk ki, hogy az egész ország élhetetlen lesz, hogyha nem teszünk valamit nagyon sürgősen. De mi most is azért vagyunk itt Attilával, hogy tegyünk, tenni is fogunk, és nem hagyjuk, hogy az országunkat ez a fajta kultúra lepje el.